Még a nap is rámosolygott a DVTK stadion avató első bajnokiára, csodálatos időben sok ezer szurkoló hömpölygött a nyitó eseményre. Miközben elfoglalták a nézők helyeiket, az avató ünnepség kínált látnivalót piros-fehérbe borult a stadion és környéke Diósgyőrben. Miközben a jövő ígéretei sorfalat álltak a dicső múlt legendáinak, minden érkező szó szerint kigyönyörködhette magát a valóban impozáns stadionban. A diósgyőri labdarúgás új otthona a magyar állam támogatásával 13 milliárd forintból valósult meg. A miskolci városvezetés már eddig is 50 millió forinttal támogatta létesítmény üzemeltetését, és így lesz ez az új stadion esetében is. Kriza Ákos dicsérte a tervezést, a kivitelezést, hiszen a beruházással újjászületett a stadion környezete is. Szerintem nagyon eltalált, ez pont ide illik, diósgyőri feelinget erősíti, és meg kell nézni a szurkolókat, milyen örömmel szurkolnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes választás volt. Sokakat foglalkoztat természetesen a csapat szereplése mellett az is, hogy ki fogja üzemeltetni a DVTK stadiont. Erre a kérdésre a közbeszerzési eljárást követően kaphatunk majd választ. A legfontosabb a működtetés üzemeltetés tekintetében, hogy nem Budapestről kell okoskodni, hanem mindenhol a helyi adottságoknak megfelelően kell megtalálni a legjobb, legoptimális Miskolc és Diósgyőr számára legoptimálisabb megoldást, hogy ez egy tisztán magánpiaci szereplő lesz, aki ezt vállalja, vagy talán inkább a város és egy üzemeltető vállalat cég összefogásából. Ezt itt kell eldönteni, és én biztos vagyok benne, hogy polgármester úr, a város és a klub közösen jó döntést fognak hozni. Potyondi Péter vezető tervező és csapata remek munkát végeztek, hiszen valóban egy élményt adott a szurkolóknak az új stadion, amiben egyedülálló hangulat uralkodott, és az volt a nézőszám is, ugyanis 12.753-an tekinthették meg a helyszínen a borsodi rangadót.